Idén, május 12-én járt le a kutyák kötelező veszettség elleni oltásának határideje. Van olyan gazda, aki nem törődik a szabályozással, és mi ennek a veszélye? Sajnos előfordul az, hogy sok olyan kutyát találunk, aki nincs beoltva érvényes veszettség elleni oltással. Ezzel az a fő probléma, hogyha a kutya valakit megharap, a sértetnek el kell menni ugye orvoshoz ezzel a problémával. Ha nincs meg a kutya gazdája, és ezzel nincs meg a kutya oltási könyve, a csipjén, az adatbázisban nem találják meg az oltásnak az igazolását, abban az esetben egyrészt jegyzőkönyvezik, másrészt azonnal elkezdik a sértettet, vagy az áldozatot mondjuk így, oltásokkal traktálni, hogy kivédjék a veszettségnek a tüneteit. Hogyha megvan a kutya, mikor megharapott engem, el kell kérni a tulajdonostól az oltási könyvet, és avval tudják igazolni, hogy a kutya nem veszett, és ebben az esetben akkor megvan oldva avval, hogy ellátják a sebet, és nem kell ezt a tortúrát végigjárni. Lényegében mi a veszettség pontosan? Sajnos nagyon-nagyon veszélyes lehet. Tudjuk azt, hogy ez egy vírusfertőzés, ami az agyvelőt és a gerincvelőt támadja leginkább az állatoknál, és ez egy idegrendszeri tünetet produkál. Nyáladzással jár, sokkal ingerültebbek, lehet támadékonyabb egy kutya például, ha veszett. Szerencsére Magyarországon azért nem nagyon találkozunk veszettséggel, most már nyilván a sok veszettségi oltásnak köszönhető ez, hogy Magyarországon ez nincs. A veszettségi oltásnak az országos szabálya Magyarországon ugye az, hogy minden évben kötelező a kutyát beoltani veszettség elleni oltással. Országos kormányrendeletben van benne, hogy milyen büntetések róhatók ki abban az esetben, ha a kutyának nincs éves veszettségi oltása. 75 ezer forint az alapbüntetés. Egy ilyen veszettségoltás hiányában csavargó kutya esetében mondjuk el lehet jutni a hatszoros szorzóig, az ilyen 450 ezer forintos pénzbírságot von maga után, ami behajtható a tulajdonoson. Abban az esetben, hogyha például az önkormányzatnak a tulajdonos nem fizeti be a megadott időn belül ezt az összeget, akkor viszont NAV-hoz kerül behajtásra az összeg. Én nem csak a veszettség elleni oltást tenném éves szinten kötelezővé, hanem a kombinált oltást is. Ugye van a kutyáknál olyan betegség, mint a parvóvírus, mint a szopornica, ezek azért fölfölütik a fejüket. Azt gondolom, hogy ha valaki kutyát tart, akkor ez bele kell, hogy férjen, hogy ezt ki tudjuk évente fizetni, hogy mind a kettő oltást megkapja a kutyánk.